Magyarországon évente mintegy 7000 új mellrákos beteget diagnosztizálnak, közülük mintegy 2000-en halnak meg a betegségben, ami egyébként korai stádiumban kiszűrhető és gyógyítható. Az október 5-i mellrák elleni fehérvári séta célja, hogy évről évre felhívják a hölgyek figyelmét, egészségük védelme érdekében rendszeresen vizsgáltassák meg magukat, és a köztes időszakokban végezzenek önvizsgálatot is. A betegséggel kapcsolatos figyelemfelhívó fehérvári eseményen rózsaszín lufikkal, rózsaszín ruhadarabokkal és szalaggal üzentek az ország almánál gyülekező fehérváriak. Székesfehérvár önkormányzatának képviselői, sportolók a mellrákban közvetlenül vagy közvetetten érintettek, fontos egészségügyi téma miatt érkeztek el október 1. szombatján a város szívébe. Cél a prevenció, a tudatos odafigyelésre ösztönzés, hiszen a mellrák szűrésen résztvevő nők száma súlyosan lecsökkent a Covid óta. Minél koraibb stádiumban felfedezésre kerül, annál inkább megvan az esélye a teljes gyógyulásnak. A megelőzésnek a legfontosabb eszköze a szűrővizsgálat, amit két évenként egy veszélyeztetett korosztály, a fokozottan veszélyeztetett korosztályban lévő nők számára egy levéllel, egy meghívó levéllel indítanak el, amire sajnos még mindig nagyon kevesen mennek el, sajnos 10 hölgyből 4 az, aki igénybe veszi a szűrővizsgálatokat a megyei adatok alapján. A Szent István Művelődési Házadot otthont a Széchenyi díja közügyekért díjátadónak, az elismerés több terület, polgári védelem, tűzoltás, településfejlesztés, közbiztonság, mentés, rendvédelem, fegyveres testületek, közszolgálatosok, köztisztviselők, sajtó és a civil szféra jelöltjei részére kerültek átadásra. A találkozón a résztvevőket a Széchenyi Család Alapítvány elnöke, Széchenyi Tímea is köszöntötte, kiemelve, mennyire fontos a díj, egyben megerősítés is a civil szervezetek önkénteseinek, az erről hitelesen tudósító újságíróknak, illetve mindazoknak, akik a közügyekért, az emberekért dolgoznak nap mint nap, nem csak munkájuk, hanem egész életük során. Azt vettük észre, hogy a társadalomnak vannak olyan szürke eminenciásai, úgymond, akiket nem vesznek észre, pedig a munkájukon fölül díjazás nélkül önkéntesen segítik az emberek életét, és szinte az élet minden területén, tehát a tűzoltás, a mentés, a katasztrófa védelem, a rendőrség, azok is a nyugdíjasai nagyon aktívak, de egyáltalán az élet szinte minden területén a közügyekért, a közért dolgozó embereket akartuk észrevenni, és egy kicsit őket a nyilvánosságra fókuszba helyezni. Mintegy 3 évtizedes hagyománya van már a Senior Ki Mit Tud versenynek, amelynek célja találkozási és közösségépítő lehetőségek biztosítása. Minden esztendőben sokan jelentkeztek és vettek részt a tehetségkutatón, amelynek tárgyalkotó kategóriájában idén 42 nevezés érkezett a vármegye minden részéből. Festmény, grafika, hímzés, csipke, fafaragás, festett bútor, csupa szemet gyönyörködtető, míves munkát adtak be az alkotók. A műveket Szolnoki Szabolcs festőművész, Tótni Albrecht, Anikó textilműves és Kovács Loránd Olivér, a Szent István Király Múzeum szakmai igazgatója értékelte és minősítette szeptember 27-én. A pályamunkákból pénteken nyílt kiállítás a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ Fürdősori épületében, és a megnyitó keretében átadták a minősítéseket is. Senior Ki Mit Tudnak, ez egy kiállítás része, ahova az idősebb korosztály a képzőművészeti alkotásokat hozhatta be, és ma ezeknek az alkotásoknak a kiállítása nyílik meg. Különböző kategóriákban alkottak. A felsővárosi, a Hétvezér, a Zentai úti, a Kossuth Lajos és a Szénatéri, a Vasvári Pál általános iskola 4. osztályos tanulóinak csapatai küzdöttek meg egymással a Túrózsáki úti műfüves focipályán szombaton. A 12. Aszalvölgyi focikupán két csoportra osztva mérkőztek meg egymással a csapatok, majd helyosztókkal döntötték el a végeredményt. A foci mellett számos egyéb egészségmegőrző és sportprogrammal várták a családokat. Volt közös ebéd a szabadidőparkban, de Nordic Walking is. A sportos délelőtt folyamán környezeti tanácsadáson, egészségügyi szűréseken, általános állapotfelmérésen, továbbá életmód tanácsadáson is részt vehettek az érdeklődők.
Deák Lajosné elmondta, ez a nap a családról szólt, a kisgyerekektől az időseken át az aktív életkorban lévő felnőttekig. Mindenki megtalálhatta a maga sportolási lehetőségeit. Az iskolákban nagyon népszerű, készülnek is, bent van a tanterbe, és szinte a gyerekek a negyedik évfolyamban, amikor negyedikesek lesznek, nagyon örülnek, hogy egy kicsit az iskolájukért harcolnak, és szó szerint megmutatják azt a tudást, amit kapnak, készülnek a testnevelés órákon. Az is a cél, hogy ha eljön az osztály és szurkol a csapatnak, ez is egy ilyen jó erős csapatépítő és összetartó dolog.